Adásunk előtt nem sokkal szavazott bizalmat a román parlament Viktor Pont a szociáldemokrata miniszterelnök új koalíciós kormányának, amelyben két minisztérium élén áll RMDS politikus. Kelemen Hunor az RMDS elnöke a kulturális tárca élén áll, és az egyik miniszterelnök helyettesi tisztség is őt illeti. A környezetvédelmi minisztériumot pedig Korodi Attila vezeti. A szövetségnek várhatóan 14 államtitkára is lesz a kormányban. Korosváron Maksai Ági, az RMDS főtitkára Kovács Péter. Szervusz, köszöntjük a nézőket, jó estét kívánok! A megállapodást, amely értelmében ugye most kormányra lép az RMDS, ma közzétették interneten, bárki olvashatja románul is, magyarul is. Vegyük azért sorra a megállapodás fontosabb pontjait. Viktor Ponta rögtön azt követően, hogy tegnap bejelentette új kormányának a névsorát, a tagjait, a sajtótájékoztatón rögtön magyarázkodnia kellett, hogy nem tett ígéretet a székelyzászlók szabad használatára. Ugyanis ezt írók így értelmezték a megállapodást átnézve. Nos, valóban ebben az ügyben várható-e előrelépés, és mit tartalmaz a megállapodás? Fontos, hogy minél többen elolvassák a megállapodás szövegét. Ott fekete-fehéren le vannak írva a dolgok, az rmds.ro oldalon ez elérhető, és akkor mindenki láthatná saját szemével, hogy mi van benne, és mi utasságokat egy 0,3%-os párt elnöke. A szimbólum használatnál egyértelműen bele van foglalva, hogy amennyiben egy önkormányzat elfogadja a saját szimbólumait, ami Hargita megye, Kovászna megye, Maros megyei önkormányzatok esetén lehet például éppen a székely zászló, akkor ezt ki lehet tűzni a román, az Európai Uniós, a román és az Európai Uniós mellé. Tehát ez benne van a megállapodásban, ezt meg kell és meg fogjuk oldani. Tegnap este az egyik román hírtelevízióban arra emlékeztették nagyon hangsúlyosan Viktor Pontát, hogy annak idején éppen a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem ügyével buktatták meg a Zungoriánu kormányt, és ehhez neki is nem kevés köze volt. Most viszont ő tesz ígéretet arra, hogy a kérdés megoldódik. Nos, Mogye ügyben mi van a megállapodásban? Benne van, hogy a Mogye ügyet a 2012. szeptemberben elfogadott a román és a magyar oktatók, orvosok által elfogadott megállapodás szerint kell megoldani. Igen. Ezen megbukott a korábbi kormány, azonban, hogyha Romániában visszanézünk az elmúlt 25 évre, vagy az elmúlt 5 évre, 10 évre, akkor állandóan olyan konfliktusokba szaladnánk bele, ami megoldhatatlannak tűnik. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy előre kell nézni, hogyha minden egyes sérelmet megjegyzünk, akkor soha semmiféle koalíciót nem fog lehetni kötni, soha semmiféle megegyezésre nem fog lehetni jutni. Több alkalommal volt már az RMDS kormányon, de azt hiszem, hogy egyetlen egy miniszterelnöknek sem dörgöltek annyi mindent az óra alá az RMDS kapcsán, mint amennyit most Viktor Pontának nyelnie kellett tegnap. A régiósítással kapcsolatosan szeretném kérdezni, magyarázkodnia kellett a tekintetben is, hogy nem tett ígéretet etnikai alapú régiósításra. Nos, valóban van szó régiósításra is a megállapodásban. Így van, közös megegyezéssel megtörténik Romániában. Az elmúlt hónapokban, talán egy évben, ebben a stúdióban is többször is elmondtuk, hogy a régió átszervezésnél ugyanolyan súllyal rendelkezik, sőt, sokszor még fontosabb súllyal jelenik meg a gazdaság, a régióban jobban éljenek az emberek. Számunkra, a RMDS számára teljesen természetes, hogy az etnikai érv is fontos. Nem, nekünk nem azt kell megígérni, hogy a három székely megye, vagy a három párciumi megye etnikai alapon alakít egy régiót, hanem azt, hogy gazdasági szempontokat figyelembe véve, a fejlődését, a perspektíváit figyelembe véve jön létre ez a régió. Amennyiben ezekre nem kapunk garanciákat, akkor inkább maradunk a mostani helyzettel, ezt elrontani semmi nem szabad, és nem fogjuk engedni. A kisebbségügyi törvény. Kisebbségügyi törvény 2007 óta, ha jól emlékszem, de jó régen ott van. Terjesztett elő, nem az RMDS kezdeményezte, hanem az a kormány, amelyiknek tagja volt az RMDS is. Igen, újra elő fogjuk venni, bizottsági szinten kell előre menni. Két probléma van, két dolgot kell elérjünk. Az egyik, hogy a kormány megjelenjen ebben a törvényben, a másik a vétójog,
hogy a törvény által, vagy a törvény alapján a magyar emberek által megválasztott testületeknek legyen vétójoga az állami intézmények döntéseivel kapcsolatosan. Nem fog emiatt háttérbe kerülni az autonómia törvénytervezet? Ami a törvénytervezetet vonatkozóan az NMDSZ kongresszusa hozott egy határozatot. Ezt a határozatot végre fogjuk hajtani. Ez nincsen összefüggésben azzal, hogy most kormányon vagyunk, vagy nem vagyunk kormányon. Számunkra teljesen egyértelmű, hogy holnaptól, vagy nagyon rövid távon fogjuk tudni sikerre vinni ezt a törvényt. El kell kezdenünk egy közvitát a magyar közösség szintjén is, és ami szinte fontosabb, a román közösség szintjén is, hogy tudjuk elfogadtatni azt, hogy a területi autonómia nem ördögtől való, európai modellek alkalmazását, például a dél-tiroli modell alkalmazását kérjük, és mindenért kell dolgozzunk. Nincs benne a megállapodásban, de azt hallottam, hogy Maros megyének magyar prefektusa lehet. Igen, a tisztségekre vonatkozó egyesség nincs benne ebben a megállapodásban, ebben a politikai protokollumban. Például az, hogy két miniszterünk van, és 14 államtitkárunk lesz a következő időszakban, ez sincs benne. Igen, két prefektusi tisztséget sikerült kialkutni, ebből az egyik már biztosnak tekinthető Maros megyében, ezen kívül még 5 alprefektusi tisztség, természetesen elsősorban azokban a megyékben, ahol nagyobb számban, nagyobb arányban élnek magyar emberek. Köszönjük szépen, mindezt elmondta. Budapest. Köszönjük szépen, Magsai Ágnes jelentkezett.